Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk mozgalom mai sajtótájékoztatóján. A Mi Hazánk mozgalom nem ért egyet a teljes és totális határzárral, amelyet elrendelt szeptember 1-jével a kormányzat. Mi azt gondoljuk, hogy észszerűtlen és átgondolatlan a teljes és totális határzár, amely magyar családok tízezreit elvágja egymástól, akik a határ két oldalán élnek, akár a szomszédos országokban, akár távolabbi országokban. Ugyanakkor mi azt tapasztaljuk ott a határ mentén, én is, mint ásatalom polgármestere, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban folyamatosan nő az illegális migránsok száma, akik megpróbálnak illegálisan mindenféle kontroll nélkül átjutni a déli határzáron. Ásotthalmon az elmúlt hetekben nagyjából heti körülbelül 50 migráns az, akivel mi személy szerint találkozunk, az ásotthalmi mezőrség, illetve a helyi rendőrök. De Ásotthalom az egyik olyan település, ahol a legjobb a helyzet. Röszkén mellettünk szinte folyamatos a próbálkozás. Ez azt jelenti, tekintettel arra, hogy most már nem csak a szokásos, megszokott migránsokkal találkoztunk az elmúlt héten például, hanem egyre több afrikai migránssal újra, 2015 óta nem nagyon láttunk ilyen nagy arányban afrikai migránsokat, mint mostanában, hogy ők valószínűleg sok százas, akár több ezres számban keresztül vonulnak Magyarországon, itt élnek közöttünk, itt bujkálnak, felszállnak a buszra, találkoznak a magyar emberekkel, mindenféle kontroll nélkül. Tehát a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha a kormány átgondoltabban kezelné a mostani helyzetet, hiszen a halálozások száma folyamatosan csökkent ebben az évben Magyarországon, járványhelyzet ide vagy oda. Tehát azt gondoljuk, hogy nem indokolt az, hogy magyar embereket ezzel a határzárral elválasztanak egymástól, miközben, még egyszer mondom, több száz vagy több ezer migráns mindenféle kontroll nélkül jelenleg is keresztül tud menni Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom javaslata az, hogy ne legyen totális határzár, nyilván azokból az országokból, ahol kimutathatóan pusztít a koronavírus járvány, onnan ne érkezhessenek Magyarországra, de ez ne legyen egy általános és totális határzár, amely magyar embereket elválaszt egymástól, legyen inkább szúrópróbaszerű egészségügyi vizsgálat a határon, de azt nem tehetjük meg, hogy egyrészt a magyar embereket elválasztjuk egymástól, másrészt pedig rengeteget ártunk a gazdaságnak, hiszen kezdve a turizmustól nagyon-nagyon sok olyan ág van, amely meg fogja sínleni a mostani teljes határzárat, illetve egyúttal kérjük azt, hogy több rendőrt és több katonát vezényeljenek a déli határa, de ahogy a hírekből halljuk, nem csak a déli határzáron keresztül jönnek a migránsok, ott fennakadnak, ezért tudunk róla, mert ugye nálunk van ellenőrzés, nálunk van kerítés, a román-magyar határon, vagy akár a többi határon viszont nincs tulajdonképpen kontroll, tehát kontroll nélkül jöhetnek, ezért kérjük, hogy körbe mindenhol Magyarország határait inkább az illegális határátlépőktől óvjuk, ne azoktól, akik akár állnak elébe egy egészségügyi kontrollnak a határokon.